hatalmas társadalmi igényt érzékelünk és kapcsolatos érzékelünk programokra. Filvi Géza, Kalocsa polgármestere bejelentette a képviselőtestületi ülésen, a koronavírus járvány miatt a törvény nem teszi lehetővé, hogy a Paprika Fesztivált idén megtartsák. Ehelyett a Csíplek Kalocsa Paprika Pikniket rendezik meg szeptember elején. A képviselők 10 igen, egy tartózkodás mellett megszavazták a háromnapos fesztivál megrendezését. Ezt követően a városvezető és Zsikó Zoltán, a rendezvény lebonyolításáért felelős Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette a rendezvény részletes programját. A városban két helyszínen, három színpadon zajlanak majd a kulturális programok. Minden korosztálynak különböző programokat szervezünk. Pénteken lesz egy agrár fórum a paprika termesztésről, illetve szórakoztató programok szombaton, és azért, ahogy kezdtem, hogy nyilván már régóta beszélünk erről, hogy Kalocsára országos top 5-ös előadók jöjjenek. Zsikó Zoltán azt emelte ki, Kalocsa más nagyvárosokkal szemben úgy döntött, idén rendez egy nagyobb fesztivált. Az Érsekkertben lesz örömfőzés, és sok helyi zenekar mellett fellép mások mellett a Nemzeti Táncszínház, valamint szalonna és bandája, és itt kap helyet a gasztronómiai udvar, kirakodóvásár és vidámpark is. A halott pénz koncert miatt pedig több ezer embert várnak a repülőtérre. A szervező megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket. A jelenlegi hatályos jogszabályok szerint az ilyen rendezvényeket védettségi igazolványok mellett lehet látogatni. Nyilvánvalóan nagyon komoly biztonsági személyzettel, nagyon komoly infrastruktúrális háttérrel lehet ezt megoldani, hogy tényleg biztonságosan és az emberi élet védelmét szem elé helyezve és a legfontosabb szempontként ezt tartva, így tudjuk megrendezni ezt az eseményt. A Csíplek Kalocsa Paprika Pikniket szeptember második hétvégéjén rendezik meg, közel 40 millió forintból. A forrás nagy részét a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Biztosítja.